Citera kísérettel katonadalokat adott elő a helyi népdalkör a Kultúraházában rendezett megemlékezésen. A rendezvényt az első világháború 100. évfordulója alkalmából tartották meg a balatonkeneseiek. Ezt a napot választottuk augusztus 14-ét, mert ezen a napon, igaz, hogy nem 100 évvel ezelőtt, hanem 1927-ben avatták fel az első világháborús szobrot a Hősök kertjében, úgyhogy mi ezért ezt a napot, augusztus 14-ét választottuk az emlékezés napjának. Köszönjük, hogy itt vannak velünk, és kívánom, hogy emlékezzünk közösen. A műsort pedig, amit összeállítottunk, illetve az előadásokat fogadják sok-sok szeretettel. Minden nap új csodára ébredek, hogy élek még. A szavalatok után rögtönzött történelemóra vette kezdetét. A világfordító történelmi eseményt sajátos szemszögből kommentálta a kenesei helytörténész, aki beszélt a magyarok fegyverzetének hatékonyságáról és a Kárpát-medence geológiai és biológiai egységének a háborút követő megbontásáról. De mindenek felett a háború résztvevőinek kitartását és emberfeletti tűrőképességét emelte ki. És ezek az emberek megérdemlik azt, hogy úgy emlékezzünk róluk, hogy hősök voltak, a végső kitartásból példát adtak. Arról nem is beszélve, hogy ha elolvasnak egy-két levelet, valahol ez a család szeretet, hogy megírják, hogy most aratás van, én tudom, van-e segítségetek, vagy van-e a ház tetőt, ha széttépte a vihar. Tehát ez a bensőséges szeretet. És ezek az emberek voltak azok, akik a rothadó lövészárkokban hónapokig éltek. Zárszóként elhangzott, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy összetartó közösségek alakuljanak, és megbecsüljék azokat, akik tevőlegesen részt vesznek ezek életének szervezésében. Drága egyetlen apuskám, gondolj rám! Gondolatom éjjel-nappal ott mulatgat nálad. Nem tudlak én elfeledni, dehogy is tudnálak. Ez az érzés vezet hozzád, áldva áldom azt az órát, mely elhoz majd hozzám. Csókol számtalanszor viszontlátásig, szerető feleséged. Eredeti levelezések részleteivel tették még személyesebbé a megemlékezést. Ezek a képes lapok is a frontokon harcoló fiatalok és családapák hazaszeretetéről, honvágyáról és érzéseiről tanúskodtak. Majd egy újabb helytörténeti kutatásokra támaszkodó beszámolóban elhangzott, hogy sokan ifjonti hévvel vágtak neki a háborúnak, nem sejtették, mi vár rájuk. Biztosak voltak a győzelmükben és a hazatérésükben. Mert ezek az emberek szívből és meggyőződésből mentek el a háborúba, és harcolni a hazáért és a királyért. Nem ő rajtuk múlott, hogy ilyen vége lett. És az itthon maradottak is ugye abban a szomorú békekötés után azon fáradoztak, hogy felrázzák az embereket abból a fásoltságból, veszteségből, amit okozott. A gyűjtemény a lakossági felhívás eredményeként jött létre. A kiállítás jelentős mértékben egy helyi háborús hős lányának hagyatékából táplálkozik. A 90 éves Magdi néni számára meglepetés volt, hogy féltve őrzött emlékei kiállítás keretei közt elevenedtek meg, és lettek balatonkenesek közkincsévé. Az idős asszony keveset hallott az első háborúban hazatért édesapjától. Szegény édesapám sokat nem mesélt. Arra emlékszek, hogy ha másét is, a Doberdót emlegette, Isonzót, meg még nem is tudom melyik kézet, hogy ott volt katona, a osztrák-magyar hadseregben volt katona. És 4 évig oda volt. Idehaza csak az öreg szürei voltak. Hát aztán, mikor vége lett a háború, nagyon csöndes ember volt, úgyhogy nagyon sokat nem mesélt. A megemlékezés résztvevői augusztus 20-án az első világháborús hősi emlékműnél gyertyagyújtással és koszorúzással róják le tiszteletüket Balatonkenese elesettjei előtt. A kiállítás szeptemberig látható a Kultúraházában.